Sziasztok! Ez itt újra a Blu-ray bemutató, ezúttal Ragyogás került elítékre, amely egy igazi klasszikus horror lett. 1980-ban készült, vagy 81-ben, nem 80-ban, ha jól emlékszem. Stanley Kubrick ugye akkor alkotta meg ezt a gyöngy szemet, és hát nem hiába lett sok a kedvence. Gondolom, ti is már jó párszor láttátok. Ez egy olyan alkotás, amit a mai napig nem hiába vesznek elő. És megmutatja azt, hogy Stanley Kubrick miért volt olyan zseniális és egyedi filmkészítő, és milyen egyedi látásmódja volt. A fényképezése minden filmjében nagyon-nagyon nagy mértékben alapozott, és a legtöbb időt töltött rá, hogy a lehető legjobb legyen, a legjobb operatőröket kiválasztva együtt. A zenei hatások, hanghatások, illetve a zeneszerzők kiválasztása és az atmoszféra erősítését élvezte előnyben, és ez mind sikeres volt a film megtekintésekor, érezhetjük ezt. Akkor az emlékezetes jelenetek, karakterek, az emlékezetes párbeszédek, vagy éppen egysorosok. És hát az emlékezetes színész választás. És például Jack Nicholson volt az egyik főszereplő, aki ekkoriban egyébként annyira híres, talán nem volt, mint később lett. Ekkor is már Amerikában nagyon sokan ismerték, és ha jól emlékszem, egy vagy két Oscar-ja talán meg is volt. De nem volt ez az akkora név, mint mondjuk a 80-as évek közepére, végére és a 90-es években láttuk. Legalábbis a nagy nézőközönség számára és a világ számára. Ennek erre ebben a filmben már akkor is nagyon sokan a világon ismerték. A film iszonyatosan hangulatos, már a kezdőképek megfogják a nézőt. Nagyon sok Stephen King rajongó nem szerette viszont, mert viszonylag eltért a regénytől, illetve legelőre már tudhattuk, hogy Jack Nicholson eléggé őrült, még a könyvben ez később derül ki, illetve az is, hogy miért és mi hozza ki belőle dolgokat a karakterben, Torrance-ben. Hát ez van, Jack Torrance, bocsánat, nem Torrance, hanem Torrance. Nekem nagyon tetszett az Államdoktor is, mert azt is be akarom szerezni. Ugye ez az volt a folytása ennek a filmnek, és a könyve is ugye később a folytása volt a történetnek. Azt tudni kell, hogy ez a film ugye mindenhol csak felirattal jelent, meg itt is csak hát magyar felirat található, illetve minden másféle felirat. Ez egyébként egy német kiadás, konkrétan az utolsó darabot tudtam beszerezni Németországban az Amazon.de-től, és olyan 7000 forint volt, ha 6 és 7000 forint között. És ilyen 7-8 körül volt szállítással együtt, az vicc. De sokkal olcsóbb volt, mint itthon, és egyáltalán beszerezhető volt még itthon már rég nem. A HDR még nagyon sokat ad hozzá egyébként a filmélményhez. A legtöbb 4K-s filmet, amit ha jól megcsinálnak a HDR-rel, a HDR dob meg csak igazán, nem csak a részletesség. És ennél a filmnél is ezt elmondhatjuk. Na hát nézzük meg. Előről itt most csak egy lemez van, mert a sima védit azt eladtam, mivel én a 4K-ra tervezek már, ha lehet a legtöbb filmet már 4K-ba veszem. Itt láthatjátok a filmet. 4K Ultra HD, és azt hiszem 16 éven, hát itt külföldieknek, 16 éven aluljáknak nem ajánlott, de itthon lehet, hogy 18-as karikát kapott egyébként az alkotás. Angol és mindenféle egyéb hangzást található rajta, és ha jól látom, igen, 1.78 egyes képarányú, tehát teljes képernyős a film, mindent kitölt. Ennyit akartam mondani a filmről, addig is búcsúzom tőletek, a legközelebb videóig, sziasztok!